Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés, mit fog tenni, hogyan közeledik hozzád. Ez egy általános kivetés, de meg vagyok arról győződve, hogy valami neked is szól, hiszen nincsenek véletlenek, és nem véletlenül találtad meg ezt a felvételt. Viszont, ha szeretnél egy személyes jóslást, mint például ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, erre mindig megvan a lehetőség, és e-mailen keresztül felveheted velem a kapcsolatod. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, asztrológiával együtt 10000 forint. Most van egy kedvezmény, a nyári szerelmi jóslás asztrológiával együtt 6000 forint. Ez is megrendelhető. Erről készítek egy videó felvételt álnéven, miután ezt én elkészítettem, elküldöm neked a linket a videóhoz, tehát így kapod meg akkor a felvételt. És most indítanék, az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt, mi a terve. Itt egy nagyon szép kártya van, hiszen ez a virágcsokor jelenti a te szépségedet, a külsődet, a fellépésedet, így lát téged. Azon kívül ez a virágcsokor lehet egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék is. Ez megjelenik a gondolatában, tehát ezt ő már most tervezi. A második kérdés, hogyan érzi magát? Az egerek fel tudnak falni valamit, és akkor az nincs ott, tehát elveszik. Az érzelmeit illetően ő fél attól, hogy elveszít téged. És a harmadik kérdés, hogyan közeledik hozzád? Itt látható a hamisság. Ez nem jelenti azt szó szerint, hogy ő egy hamis ember, hanem itt vannak félelmek, és ez egy negatív érzelem, és ez a ravasz róka azt jelenti, hogy hagyd abba, ne félj attól, hogy elveszíted őt. Ez a ravasz róka jelentheti azt is, hogy vannak nála még félelmek, bizonytalanságok, úgy figyelget téged a háttérből, de nem meri azt kimondani, hogy ő téged szépnek lát, vagy meg akar ajándékozni téged valamivel. Ez a ravasz róka azt is jelenti, hogy ő látja azt, hogy van valaki a környezetedben, aki nem becsületes hozzád. De az egerek ebben a helyzetben tudnak segíteni, hiszen el tudják távolítani ezeket a negatív dolgokat, vagy ezt a hamis szemét. És most megtekintjük azt, hogy mi köt össze benneteket. Itt kiderül az igazság. Rá fogsz jönni, hogy mi ez a hamisság, vagy ki ez a hamis személy. Meg lesz újra a bizalom, hiszen hinni fogsz benne jó gondolatokkal, jó szándékokkal akar közeledni hozzád, hiszen ez a terve. Ami összefűz benneteket, ez a kisugárzás, a vonzalom, és ez a kártya mutatja a valóságot is. Sőt,
Azt is jelenti ez a kártya, hogy hamarosan találkoztok, hiszen a nap láthatóvá tesz valamit, és pontosan ez a tervetek, hogy szeretnéd őt látni, és ő is szeretne téged látni. És ez volt a felvétel. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.